Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 29-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig, milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Ezen a képen láthatunk egy kaput, ami kinyílik előtte, és ezek az ő lehetőségei. Ez a bot szimbolizálja a tűz elemét, és az azt jelenti, hogy ő aktív és lelkesedéssel teszi a lépéseit. Ezek a változásokra utalnak. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez az uralkodó nő azt jelenti, hogy ő uralkodik az érzelmei felett. De azt is jelenti, hogy valaki uralkodik felette. És mit közöl veletek? Ez a szakítás. Én úgy gondolom, hogy neki még van egy párkapcsolata, vagy vannak emlékei a múltból. Az is lehet, hogy az anyukája uralkodik felette, és ez a kép arra utal, hogy ő ezt lezárja. Meg is van hozzá az ereje, erre utalnak itt a medvék. És ezáltal nyílik számára egy új út, egy új lehetőség. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy ilyen videó felvétel áll néven, és így minden diszkrét. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!